Ebben a tanévben összesen 85 kisgyermek hagyta maga mögött a Sárospataki Karolina óvodát, mert első osztályosok lettek. Ezzel együtt 87 új kisgyermek kérte felvételét az intézménybe. Az óvoda vezetése az egyre nagyobb gyermeklétszám miatt arra kérte fenntartóját, a város önkormányzatát, hogy emelje meg az egy csoportba járó gyermekek maximális létszámának határát. Az óvodában a maximális óvodai csoport létszám 25 fő. De a gyerekek, ugye tudjuk, 3-6 év között sajnos elég gyakran betegek, hiányoznak, anya elmegy vele valahová, vagy elutaznak, tehát nincs mindig itt ez a 25-ös létszám, ezért a köznevelési törvény lehetőséget ad arra, hogy ezt a maximális létszámot a fenntartó engedélyével túlléphessük, és hát ezzel a lehetőséggel éltünk mi most, mikor a fenntartóhoz fordultunk, hogy adjon az intézményben lehetőséget arra, hogy a maximális csoport létszámunkat túllépjük. 27 főbe határoztuk meg, hogy ez a létszám elég lesz arra, hogy minden gyermeket be tudjunk fogadni, tehát ezért kértük a csoport létszámaink 27 főre történő engedélyét. Lendvainé Szendrei Ágnes hozzátette, hogy a Karolina óvoda és bölcsöde felkészült arra is, hogy az olyan egyéni sajátosságokkal rendelkező gyerekekkel is tudjanak foglalkozni, mint például aki cukros, ételallergiás vagy egyéb problémákkal küzd. Elmondhatom, hogy van az intézményben egy olyan kislány, aki már harmadik évet kezdi itt, ő cukorbeteg, és hát az óvónénik, a dajkanénik tudják az ő problémáját kezelni. Egy tanfolyamon vettek részt, hogy úgy tudjanak az esethez viszonyulni, hogy szakértelemmel és nagy-nagy odafigyeléssel, de ezen kívül van szív problémával küzdő kisfiunk, aki szintén nagy-nagy odafigyelést igényel, különleges bánásmódot igénylő gyermekeink vannak, akinek tanulás képességzavarai vannak, beszédfogyatékos gyermekünk van, úgyhogy amit itt tudunk az intézménybe megoldjuk, illetve azt vállaljuk be, amit úgy gondoljuk, hogy meg tudunk oldani. Az óvoda mellett a bölcsőde is egyre nagyobb kihasználtság mellett működik. Az igazgató szerint egyre több szülő igyekszik visszadolgozni, ezért sokkal több gyermeket adnak bölcsödébe, így itt is nő a létszám. Jelenleg várólista van. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, itt is várható, hogy csoportlétszám bővítés lesz, tette hozzá az intézményvezető.